A változásra, változtatásra vágyók támogatója Kolozsvári Marianna következik. Marianna Life Coach és Wingwave Coach, a nevető jóga tréner. Na, ebben fogunk majd még találkozni. Vallja, hogy úton lenni, változni, változtatni fontosabb dolog, mint egy helyben toporogni és válni a sült galambot, hogy csak-csak beérkezik hozzánk. Egyébként ez picit multi és sajátos magyar sajátosság is. Life és Wingwave Coachként arra ösztönzi a hozzáfordulókat, hogy legyenek nyitottak az életen át tartó tanulásra. Jelzem, ezt kormányunk is meghirdette, és egész európai elvárás, mert ez a hozzáállás átsegítheti őket a hétköznapok nehézségein. Küldetésének tekinti továbbá a körülötte élők újra megtapasztalják, ha elfelejtették volna, hogy a nevetés milyen nagy öröm, boldogság és önbizalom növelő forrás. Kolozsvári Marianna. Köszönöm szépen, Gyula, a kedves szavakat. Először elmondanám nektek, hogy miért választottam témámnak a nevetést. Kislányként nagyon cserfes és vidám lány voltam, de hogy elkezdtem felnőni, ugye a gyermekből elkezdtem felnőtté válni, majd gondos szülővé és irányító szülővé válni, elfelejtődött a nevetés saját magamnál is. És én is részt vettem egy nevetőjoga órán, és ott hatalmas stresszoldásban és örömben volt részem, és elhatároztam, hogy ezt megtanulom. 2012-ben volt ez az időpont, és azóta rendszeresen tartok nevető jóga órákat. És szeretném nektek megmutatni most, nem nevetéssel, bár fogunk nevetni itt is most az előadás során, hanem majd inkább a workshopba, hogy a nevetésnek fizikailag is milyen hatása van arra, hogy oldjuk a stressz magunkba. Hogy miről lesz a témánk, miről fogunk beszélni, az, hogy a mosoly, a nevetés ugye egy mosollyal kezdődik, majd megnézzük, hogy milyen mosolyaink vannak. Biztos, hogy mindenki tud nevetni? És meg fogjuk nézni egy tudományos kísérlet és kutatás eredményeit, hogy a nevetésnek milyen hatása van a testi egészségre. Nagyon szépen fog kapcsolódni majd a tünet együttes és a megoldás a Szabolics Móni féle előadáshoz. Hogyan hat a szellemi egészségre? Hogyan hat az érzelmi intelligenciánkra? Ugye most már egyre nyitottabbak vagyunk, és tudjuk, hogy nem csak a IQ-nk van, hanem érzelmi intelligenciánk is. Hogyan tudunk másokra figyelni, és együtt dolgozni velük? Hogyan hat a saját személyis fejlődésünkre a nevetés? Milyen érdekes, ugye még arra is hathat. És hogyan hat a közösség életünkre? Akkor nézzük azt, hogy mosollyal kezdődik. Amikor a kisgyermek megszületik, akkor az első szociális kapcsolódása az emberekhez, ugye 6-7 környékén, az, hogy mosolyogni kezd, ugye? Az apukák már nagyon várják, hogy végre valami kapcsolatot teremtsen a gyermekkel, és megjelenik a szociális mosoly. És a következő két képen pedig láthattok egy embert kétfajta mosollyal. Az az érdekessége, hogy Guillaume Duchenne, egy francia orvos azt vette észre, hogy amikor őszinték vagyunk, és őszinte örömet élünk meg, akkor a szemünknél is összehúzódik a ránc, az a száj körüli izmok mellett is. Még ha itt megnézed, azon a képen ugye nincsen ránc. És ugyanígy a férfinél, az őszinte mosolynál mind a száj izmok és mind a szemizmai összehúzódnak. És ezt a nevetést, ezt penem mosolynak is hívják, amikor ugye a légikísérőknek megkövetelték tőlük, hogy mosolyogjanak. És hát egy egész nap mosolyogni, ez nem lesz őszinte mosoly. Tehát ahhoz, hogyha te közeledni akarsz valakihez, és őszintén szeretnél mosolyogni, vagy őszintén szeretnéd mutatni, levetve minden állarcodat azt, hogy te bizalommal fordulsz a másikhoz, akkor igenis engedd meg, hogy ezek a ráncok megmozduljanak. Hogy hogyan tudjuk ezt mi is elérni, Azt arra kérlek benneteket, hogy először játszunk egyet, jó? Nézzétek meg ezt a 6 képet, és próbáljátok meg eldönteni, hogy kinek őszinte a mosolya, és kinek nem. Jó? Akár föl is írhatod, hogy szerinte őszinte, nem őszinte. Jó? És akkor most mutatom a képen, hogy kinek őszinte, és kinek nem őszinte a mosolya.
sikerült eltalálni? Ez azért fontos, mert hogy a hétköznapi életben is tudnotok kell, hogy kivel, hogyan tudtok kommunikálni, milyen kapcsolatot tudtok teremteni, milyen bizalmat. Ami érdekes volt számomra, hogy ennél a fiatalembernél ugye nem látszanak a fogak, tehát nincs meg teljesen a nyitott szájmozdulat, de a szeménél ott van az a kis huncut izomösszehúzódás. Tehát, hogy akkor is őszinte veletek valaki, és őszintén próbál közeledni felétek, ha nincs kint a foga. Míg ennél a hölgynél ugye kint van a foga, de a szeménél például nincs meg a mozdulat. Én arra biztatlak benneteket, hogyha van nálatok toll, vagy akár az ujjatok, mert az órán ujjammal szoktam mutatni, akkor próbáljuk mi is ösztönösen kialakítani, vagyis nem ösztönösen, a toll segítségével kialakítani azt a mosolyt. Jó, azt majd a következő részben, kicsit előrébb ugottam a gondolatomba. Hogy az interneten biztos sokat olvashatok már arról, HVG és Index portálon is megjelent, hogy ez a hölgy, egy ausztrál nővér, Brownie Ware, haldoklókkal foglalkozott, a halottas ágyuk mellett volt, és összegyűjtötte azokat a gondolatokat, amelyeket megbántak az ott haldokló személyek. És fontosnak tartom, hogy az ötödik pontja ennek az volt, hogy bárcsak boldogabb lettem volna. De hogy hogyan tudok boldog lenni? Ugye a boldogság szerintem egy döntés kérdése, és nem a másiktól kell, hogy várjam ezt a boldogságot. És hogy hogyan tudom ezt a boldogságot előidézni, és most kérem azt, hogyha biokémiai folyamat indul el a szervezetekbe, hogyha a tollat beteszitek a szátokba, vagy az ujjatokat, mert hogy mindkét izom elkezd összehúzódni. És én ezt szoktam javasolni órán is, meg tanítom is, hogy nem érzitek jól magatokat, szomorúak vagytok, vagy szeretnétek jobban érezni magatokat, akkor nyugodtan ücsorítsatok, és be fogja indítani a test azt a biokémiai folyamatot, hogy boldogabbnak fogod érezni magad. Saját tapasztalat, párommal szalszázni járunk, nagyon szeretek szalszázni, és én sem vagyok mindig jókedvű. Beültünk a kocsiba, tudatosan fölveszem a mosolyt. Mit csinálsz? Vicsorítasz volt a kérdés. Nem, vigyorgok. És már oldódott a dolog, és már. Tehát, hogy önmagatokat egy stresszkezelési módszer ezzel tudjátok. Ülsz a gép előtt dolgozol, megfeszítve, hogy mutatta a Móni. Kihúzod meg előre, teszed a ceruzát. Már is jó lesz. Jó? És amiről beszél Gyula. Az én mesterem Madame Kateria, és Magyarországon Domján Ferenc hozta el ezt a módszert. Domján László ugye a kontrolloktató, és az ő testvére Domján Ferenc. És Madame Kateria azt vizsgálta, hogy a nevetésnek milyen pozitív hatása van az életünkre. Ebből doktori disszertációt írt, és létrehozott ilyen kis sejteket, amiről a Gyula beszélt, és Magyarországon is vannak hahuta klubok, hahuta jóga klubok, ahol az emberek azért gyűlnek össze, hogy együtt nevessenek. Egyedül is jó nevetni, de együtt még jobb. Mert egy ember elkezd nevetni, meglátjátok, hogy a többieket magával viszi. Egyedül otthon nevetsz, mit mond a párod, a családod? Bolond vagy? Tehát, hogy nem szokás nevetnünk. Ezért kérdezem azt én, hogy nevetni mindenki tud? Sok olyan résztvevő van nálam, aki azért jön, mert nem tudott nevetni, elfelejtett nevetni. És itt a képen ugye látjátok magát Madame Katariát és a feleségét, és itt pedig Domján Ferenccel, ugye, amikor találkoztak, együtt nevettek. Itt még volt haja, és érdekes, hogy ugye lassan elveszítette a haját, és parókát hordott, és utána ő is fölvállalta azt, hogy kopasz, és így is lehet ezt a nevetést és képviselni. És hogy nevetni mindenki tud. Képzeljétek el, hogy a gyerekek naponta 300-400-szor nevetnek saját maguk szórakoztatására. Megy a kis autó, fölmászik a... Tehát örömérzést él meg. Miért felejtjük mi ezt el? Maximum 12-szer, tucatszor nevetünk egy nap.
ha nincs olyan környezet, akivel ezt a nevetést meg tud élni. És ha nézitek, a idős hölgy még a száját is eltakarja. Nem merünk nevetni. Nekem nagymamám azt mondta, ha pénteken nevetsz, vasárnap sírni fogsz. Miért is? Tehát, hogy fiatal lányok viháncolnak a villamoson, és megnézzük őket, hó, micsoda. Életöröm van bennük. Mi elfelejtettük már az életörömöt, és én arra biztatlak benneteket, hogy minél többet nevessetek, hogy hogyan és hogy miért. Milyen fontos hatása van a nevetésnek. Ezt egy ilyen táblázatba gyűjtötték össze a Laughter Online University-ben, és nem így fogjátok látni, minden egyes részről külön fogunk beszélni, de hogy valójában a nevetésről azt gondoljuk, hogy mindenkinek milyen egyszerű, de nem tudjuk, hogy milyen kutatási eredmények és biológiai hatása van a szervezetünkre. És akkor nézzük meg, hogy a testi egészségre milyen hatása van. Csökkenti a stresszt, csökkenti a kortizolt, csökkenti a félelmet, a szorongást benned. Mondhatnánk természetes antidepresszánsnak. Sikerült találnom olyan képet, amin ugye ez a kis fej van rajta, gyakoribban mostanában a tabletta, tehát azt is beveheted, de én inkább ezt javaslom, jó? Tehát, hogy akkor tedd a ceruzát a szádba, és mosolyogj. Ami érdekes, hogy nevetés közben, ez egy jobb agyféltekés tevékenység, és beindul egy hormonáramlás, az endorfin, és a szerotonin kezd a szervezetben termelődni. És egy jó kiadós nevetéstől boldogabbnak fogod érezni magad. Gondolom, boldogság fokozó eszközökről, ételekről hallottatok már, ilyen a csokoládé, a csili, a vörösbor, és egy kellemes este a pároddal. Tehát ezek is mind boldogságot fognak okozni neked. És az a legérdekesebb, hogy a nevetés fájdalomcsökkentő. Gondolom, hallottatok arról, hogy a piros bohócó doktorok nem véletlenül járnak a kórházakba. Sajnos nekem is volt részem abban, amikor a kisfiammal ott voltunk, vagyis hát öröm is volt egyben, meg szomorúság is, de hogy találkoztam piros bohócó doktorral, aki 2 hónapja bent lévő srácot, 16 éves srác, tehát pubertáskor, meg tudott nevettetni, és nem először találkozott vele, és hogy a nevetésnek milyen fontos gyógyító hatása van. Hat a vérnyomásra, csökkenti azt, javítja a szív- és vérkeringési rendszert, és ugye a stressz folyamán, azt mondta a Mónika is, hogy megnövekszik a vércukorszint. A nevetés a vércukorszintet is csökkenti, arra is hatással van. Javítja az emésztést, amikor nevetsz, akkor a rekeszizomnál elég erőteljes mozgás történik, és a belek is megmozgatódnak. Azt szoktuk mondani, hogy a kacagás egy belső kocogás. Tudnotok kell, hogy egy percig tartó nevetés, az 10 perc futással ér fel. Tehát én nagyon sok embert meg szoktam futtatni az órákon a nevetéseimmel. És csökkenti az álmatlanságot, mert hogy a melatonin termelés segíti. Tehát, hogy figyeljetek meg, hogyha egy vidám filmet néztek este, akkor lehet, hogy jobban alszatok, mint hogyha saját magatok szeretnétek a stresszt és horrorfilmet akartok nézni, akkor lehet, hogy egy kicsit kellemetlenebb lesz az éjszaka. Én inkább azt javaslom, hogy vidámot nézetek. Aztán, azáltal, hogy ilyen sok oldalon hat a nevetésre, javítja az életminőséget, jobban fogod érezni magad. Nagyon sok idős ember is jár az óráimra, mert hogy ott tud közösségben lenni, és megélni ezt az örömet, és egyre jobban érzik magukat. Nevető jóga órák vannak idős otthonokban is, azért, hogy egy kicsit javítsák az életminőségüket. És olyan gyakorlatokat fogunk végezni, amely majd biztonságotban érzitek magatokat, és gyengéd gyakorlatok. Tehát például, amit a Gyula is mutatott, hogy fölemelni a kezet, én ezt most nem mutattam volna, de azzal is különböző gyakorlatokat fogunk még végezni. Aztán erősíti az immunrendszert, ugye a stressz az csökkenti, a nevetés erősíti. Nagyon érdekes, és akik majd délután jönnek az órára, észre fogják venni, hogy az erőteljes nevetéstől a lerakódások felszakadnak, tehát tisztítja a légutakat. Jó hatással van a megfázás a náthára, és kevesebb az asztmás roham. És visszatérve, egyik előadónk mondta, hogy milyen sok ember a stressz miatt beteg,
A nevetés hatására csökkennek a betegnapok száma. Tehát ha rendszeresen íthatod az életvedetben a nevetést tudatosan, olyan könyvet olvasol, olyan filmet nézel, olyan társaságba jársz, ahol minél többet tudsz nevetni, kevesebbet fogsz hiányozni a munkahelyedről. Kevesebb a pénz, amit megtakarítasz, azt másra tudod fordítani. Beszéltünk arról, hogy érzelmi intelligenciánkra is hat a nevetés, csökkenti az érzelmi feszültséget. Amikor dühös vagy, és haragot élsz meg, akkor gondolom, már vagytok olyan tudatossági szinten, hogy tudjátok, hogy ez a düh és harag, ez valójában önmagatok ellen fordul. Én ezt saját tapasztalatból tudom, én neveztettem magamnak epeköveket. Volt egy házasságom, ami nem túl jól sikerült, van csak két csodálatos gyerek, és a volt férjem nagy tanítom, de én valójában magamnak epeköveket, haragköveket, dühköveket neveztettem. Most ezeket már megpróbálom azzal a tudatossággal, hogy a düh és a harag saját magam ellen fordítom, nem megtenni. Tehát lágyítja az érzelmeket, hogy például azt látjátok, hogy veszekednek az emberek. Ja. Mindig így veszekszünk. De mi lenne, ha otthon így veszekednénk a gyermekünkkel, hogy... És ahelyett, hogy mindenfajta csúnya szót mondasz ki, ezáltal te is tudsz majd, és ezt meg is gyakorolhatjuk majd délután az órán. Csökkenti a magányosságot. Amikor egy társaságban nevetsz valakivel, akkor azt érzed, hogy hozzájuk tartozol, egy közösségben vagy, és szívesen mész oda-vissza. És növeli az empátiát. Akivel együtt tudsz nevetni, azzal több mindent együtt tudsz végezni. Tudnotok kell, hogy egy párkapcsolatban, ha már nincs meg a nevetés, akkor a párkapcsolattal probléma van. A nevetés a párkapcsolat intimitásának a fokmérőjének is mondják. Tehát, hogy akivel együtt tudsz nevetni, azzal több mindent, a nehézségeket is könnyebben át tudod vészelni. Tehát növeli az érzelmi intelligenciát, nagy lelkűségre ösztönöz. Akivel együtt tudsz nevetni, több mindent megengedsz neki, könnyebben tudsz vele kommunikálni. És az érdekes, hogy türelemre tanít. Most az élet engem nagyon sok mindenben türelemre tanít, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Mostanában, ha vásárolok, mindig abba a sorba állok be, ahol a leghosszabb a sor, és ott kell állnom. Jó, jó, köszönöm, megint türelmesnek kell lennem. Tehát ebben a felgyorsult világunkban saját magunkkal is azt várjuk el, hogy instant kapjuk meg, instant csináljuk a dolgokat. És hogy figyeljétek meg benneteket is, hogy az élet hol tanít türelemre. Mert hogy igenis szükség van arra, hogy megálljunk, nyugalmat teremtsünk az életünkbe ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Említettem, hogy erősíti a bizalmat. Ha mosolyogva mész oda valakihez, akkor könnyebben tudsz információt kapni, mint hogyha morcosan. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, amikor tömegközlekedek, akkor az ellenőrök is ott vannak. Ő is a munkáját végzi, egész nap ott áll, én nem csinálnám. De néha egy kedves mosoly lehet, hogy az ő életüket is jobbá teszi, és a saját életedet is. Vagy az, hogy köszönsz neki. Ő ezt választotta. Én nem biztos, hogy végig csinálnám, de tiszteletbe tartom, hogy ő a munkáját végzi. Bár ugye BKV-díjakkal nem mindig értek egyet. Tehát ez egy másik dolog, az egy szervezet. És az érdekes, hogy mostanában egyre többet hallhattok a háláról, hogy a hálának milyen jó hatása van ránk, és hogy a nevetés segíti azt, hogy hálást is érezhessünk. Megteremti benned a belső békét. Nevető jógaórák mindig úgy szoktak kinézni, hogy vannak játékos gyakorlatok, amivel elkezdjük a nevetést, aztán van egy nevetés meditáció, amikor csak nevetünk, és a végén van egy relaxáció, amikor annyira szép látni, hogy a testek, a kedves résztvevők megnyugodnak, és egy belső végét tudnak megélni. Egy egyszerű relaxáció, amit bárki otthon is el tud végezni. Több játékosságot ad, és elfogadásra és hitelességre tanít. Nevetni nem tudsz állarcokkal. Tehát aki állarccal nevet, az a penem mosolyt használja, jó? Aki őszintén tud nevetni, az őszinte tud másban is lenni. És lehet, hogy nem is a másikkal, hanem saját magával szemben.
Tehát ha újra elkezdtek nevetni, és én szoktam ajánlani, hogy amikor mi együtt nevetünk, akkor mindenfajta nevetést ki lehet próbálni, akkor önmagaddal szemben is hiteles tudsz lenni. Nézzük meg, milyen hatással van a szellemi egészségre. A nevetés egy jobbagyféltekés tevékenység. Most nagyon nagy divat a jobbagyféltekés rajzolás, vagy mindent jobbagyféltekés, de a nevetés tényleg jobbagyféltekés tevékenység. Amikor nevetsz, nem tudsz a múlton rágódni, vagy a jövőn aggódni. Akkor csak nevetsz. Akkor jelenben tudsz lenni. És ez is csökkenti a stresszt. És az érzelmi érettséged, amikor együtt nevetsz, akkor jobban rá tudsz hangolódni a másiknak az érzéseire. És azáltal, hogy ezt a képességet fejleszted magadba, lehet, hogy jobban ráhangolódsz majd később egy másik helyzetben a másikra. És itt például egy olyan képet láttok, amikor az oroszlán, a lion jóga gyakorlatot mutatjuk. Ugye a nyelv teljesen kinyúlik az állcsúcsig, és a kezünkkel egy oroszlánt mintázunk, majd ha szeretnétek, kipróbálnák, aki lehet. Mónika mutatta a stresszpárnát, hogy ide lehet ütni. Mi itt ilyenkor tudjuk nevetve a stresszt kiengedni magunkból, és azáltal, hogy ilyen játékos gyakorlatokat végzünk, kreativitásunk is nő. Sokkal könnyebben fogunk tudni utána mindenfajta gondolattal a munkának nekiállni. Növeli a tanulási kedvet, és képzeljétek elő a figyelem időtartamát is, tehát jobban tudsz fókuszálni. Tehát azt javaslom, hogyha valami projekt előtt vagy, akkor kezdj el nézni valami vidám történetet, vagy stand-up comedy-t az interneten, nevettesd meg magad, és akkor utána pedig könnyebben fogsz tudni figyelni a munkádra, és optimistább leszel. Azt szoktuk mondani, hogy vannak az objektív emberek, és vannak, akik szubjektíven figyelik a dolgokat. Én azt szoktam mondani, hogy az objektivitás valójában szubjektív, ugye? Tehát valamiben optimista vagyok, valamiben pessimista. Fejleszti az önbizalmat. Én nagyon nagy figyelmet fordítok arra, hogy önbizalom növelő gyakorlatok legyenek ezen az órákon, és az énképedet is, önképedet is fejleszti. Itt a képen Emmy Kedit látjátok. Ha felírjátok a nevét, akkor egy TED előadást megnézhettek vele kapcsolatban. Ő egy kutatást végzett arra vonatkozóan, hogy milyen erőpozíciók és milyen gyengeségpozíciók vannak, amit a testünkkel fölveszünk. Már gyengeségpozíciónak láttátok ezt a vállösszehúzást, becsukódást. Beindul egy biokémiai folyamat a szervezetben, ami védekezik. Én azt szoktam mondani, hogy amikor elmegyek egy előadásra, és ösztönösen én is összerakom a kezem, akkor mindig megkérdezem magam, hogy de most miért jöttél ide? Akarsz valamit tanulni, vagy nem? Akkor nyisd ki. Hát ha már csak kinyitod a kezedet, már azzal is nyitottá válsz, megnyitod a mellkasodat, és jobban tudsz odafigyelni. Én most arra kérlek benneteket, hogy aki nem lesz ott mondjuk délután, de annak mutatnék még egy ilyen önbizalom növelő mozdulatot, ez a mozdulat pedig ez. Tedd föl ide a kezedet, és nézd meg, hogyha így van kezed, ez különben testbeszédből ez a mozdulat azt mutatja, hogy én tudom a tutit, és a párom mesélte, hogy volt már egy olyan meetingen, hogy egymással szemben ültek az emberek, fölvették ezt a pozíciót, és egyre jobban följebb mentek, hogy ki tudja a tutit. Ezeket a pozíciókat jó hosszabb ideig kitartani, mert hogy a kedvező hatásukat akkor nyerik el. Általában azt mondja, hogy 2 percig. Ez egy ilyen pozíció. Az egy olyan pozíció, ha így állsz. Emmy Kedi ezt az erőpozíciót mondja, hogy állj 2 percig. Akár a mosdóban, akár bárhol, igen, de felsőtestet nyitjuk, és akkor könnyebben fogsz béremelést kérni, könnyebben fogsz a párodnál elérni valamit, hogy akkor együtt megbeszéljetek. De ez a pozíció is erőpozíció. Észrevehettek, az utcán egyre több ember járkál így, nem véletlenül. Tehát ugye megnöveli a területét, és a fiam is, most 14 éves, és néha így megy, és alig tudok elférni mellette otthon. De nem akarom letörni ezt a dolgot, mert hogy lehet, hogy éppen neki most arra van szüksége, hogy erősebbnek érezze magát. Tehát nagyon fontos az, hogy ne agyban, ne csak agyban, hanem a testeddel is végezd el ezeket a dolgokat, mert a biokémiai folyamatok beindítják azt, amit szeretnél. Segítőkészebb vagy azzal, aki mosolyog, ugye? Tehát, hogyha valaki oda megy hozzád, hogy
Megmondaná, hány óra van? Igen, előveszed az órát, és megmondod, megmondaná, hány óra van. Tehát nem fogod, tehát hogy más lesz a kontaktus. És csapatépítő tréningeken is a csapatokat összehozzák. Azok a munkahelyek, ahol együtt tudnak nevetni az emberek, jobban együtt tudnak dolgozni. Mutattam az előbb ezt a mozdulatot, eloszlatja a konfliktusokat. Lehet, hogy a másikat is, ő is elkezd veled veszekedni, de ha nevetetek ezt, akkor könnyebb lesz. És összeköti az embereket, fejleszti a kapcsolatokat. Nekem ez a kép azért tetszett meg, amit föltettem az idős hölgyről és a, gondolom, az unokájáról, mert azért a mai gyerekek és a nagymamák között szerintem nagyon nagy szakadék lehet. És hogy milyen fontos az életünkben, én most tudom, hogy az édesanyám történetei, a nagymamák története milyen sokat adhatnak a mi személyes fejlődésünkhöz, és kapcsolatépítés még jobban segíti az, hogyha együtt tudunk nevetni. És egyre jobban nem értékeljük a másikat. Mondtam nektek az előbb, hogy egy ellenőrt is lehet értékelni, nem azért, ahogy a munkája miatt. Nézzük még tovább. Több nevetést, örömöt ad az emberek életébe, és abban is segít, hogy könnyebben illeszkedj be. Tehát, hogyha egy új munkahelyet akarsz megszerezni, akkor gondolom nem morcosan mész oda, hanem fölveszed a mosolyodat, és próbálod a legjobb formádat adni. És képzeljétek el, hogy ezt a nevető jogát már a BBC-nél és a Google-nél is bevezették. És a Kinnarps oldalán találtam a Lena Dur Högneléd pszichológusnak a mondatát, hogy valószínűleg mind egyetértünk abban, hogy fontos az, hogy jól érezzük magunkat a munkahelyünkön, de az is fontos, hogy munka közben nevessünk. Én szerencsére olyan közösségben vagyok, ahol nagyon sokszor nevetünk. Én szoktam gerjeszteni a nevetést, de most szeretnék nektek megmutatni egy videót, amit szeptember 28-án tettek fel a YouTube-ra, és bízom benne, hogy bennetek is elindít valamit, és nézzük most ezt meg. Ezt a Coca-Cola készítette, aki azt vallja, hogy kezd el egy mosollyal, és akkor, tehát valójában egy ember nevetése hatására a többiek milyen volt, és hogy miért nem, mire vártok még arra, hogy nevessetek. Én arra biztatlak benneteket, hogy kezdjetek el nevetni, mert hogy ugye volt az a mondat, hogy bárcsak boldogabb lettem volna, de az, hogy te boldog légy, az rajtad fog múlni, és egy idézettel zárnám, hogy az idő múltával egyre kevésbé bánjuk, amit megtettünk, de amit nem tettünk meg, arra soha nincs vigasz. Tehát, hogy minél több őrült dolgot tegyetek meg, és próbáljátok ki, és eközött legyen az, hogy rendszeresen minden nap nevettek. Köszönöm szépen a figyelmet!